Tanuként hallgatták ki Horváth Jácintot a Hacsunk ügyben a Keszthelyi Rendőrkapitányságon. A politikus a posztjában azt írta, egyre több részletre derül fény. A gyanú szerint az uniós támogatások egy részét azonos érdekcsoporthoz köthető szervezeteknek előre meghatározott módon utalta ki az akciócsoport. A nyomozás elindulását még januárban Brüsszelben jelentette be Horváth Jácint. Akkor azt is közölte, hogy miután EU pénzeket érint a csalás gyanúja, ezért az Európai Csalás elleni hivatalnál is bejelentést tesz. Az ügyben jelenleg a tanú kihallgatások zajlanak a tanúkihallgatások során az első lépése a nyomozásnak, ahol a maga feljelentő, mint tanúként megszólal. Ez történt tegnap Keszthelyen, és itt, a, itt az a Keszthely rendőrkapitányság kollégája volt az, akinek el kellett mondanom, hogy én milyen gyanú alapján tettem a feljelentést, mi volt az, ami arra vitt, hogy, hogy feljelentést tegyek ezen hacsunk pénzek elosztása ügyében, és hogy mit mit látunk mi, és, és mit ismerünk ebből az egészből. A nyomozás következő lépcsője a pályázatokhoz kapcsolódó adatok bekérése lesz. Olyan információk kellenek a nyomozáshoz szerintem a nyomozó hatóságnak, amelyeket normálisan nem lehet beszerezni, tehát nem láthatóak az interneten meg nem felelhetőek. Ezekhez mindenképpen az adott társhatóságoknak a hozzájárulása vagy a minisztériumoknak a hozzájárulása szükséges és akkor ebből tud a nyomozó hatóság egy, egy teljesebb képet majd összeállítani, ami alapján majd a döntéseit meg tudja hozni a jövőben. Az ügyészség miután jóvá hagyta a nyomozást, a kanizsai hatósághoz rendelte az ügyet, ám az esetleges elfogultság látszatának elkerüléséért az illetékesek végül a kesztei rendőrkapitányságot kérték fel az ügy lebonyolítására.